Ferencváros kapitánya, a magyar labdarúgó válogatott egyik legfőbb pillére, hobbi és két gyermek édesapja. Lovrencsics Gergő a ma esti vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában a Mi vagyunk a magyarokban. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is nagyon szépen köszönöm, üdvözlök mindenkit, téged is. Ö, először én arra lennék tőled kíváncsi, hogy amikor gödöllőről hajnalban elindultál edzésre, éjszaka, hazaértél, visszaértél, gondoltad volna valaha, hogy egyszer a bajnokok ligájában, vagy az Európa bajnokságon fogsz játszani? Szerettem volna. Tehát így visszagondolva a kezdetekre, mint ahogy mondtad, igen, ez a hajnali 5 órás kelés, és akkor este, hát ilyen fél 11 11 fele értem haza, ezt hogy Budafokra jártál akkor. E, igen, ugye Budapesten a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, ugye a Mester utcába jártam, és onnan még Budafokra suli után át kellett mennem, akkor leedzettem, és akkor vagy valaki elhozott be az Őrs vezértére, vagy pedig a keleti pályaudvarra, és akkor úgy általában vagy az utolsó hely, vagy az utolsó vonat, ami után futnom kellett, tehát szó szerint a nagy táskával futottam, másképp nem értem volna el. Hát, hogy mi lett volna akkor, nem tudom. és akkor hazaértem, egyből hűtő, annyira éhes voltam, hogy, hogy akkor hát a vacsora időszak az igazából is maradt. Hűtő, amit tudtam, ettem, levetkőztem, alvás. Tehát akkor egyből mentem is aludni, és ott akkor megint keltem. És ez ment hétfőtől péntekig. Szombaton, ha szerencsém volt, akkor egy óra, kettő óra, három óra fele játszottunk, akkor kicsit tudtam még tovább aludni, hogy odaérjek. Ha nem, ha 11 órási meccs volt, hát akkor, akkor is tudtam egy kicsit tovább aludni, de hát az is egy korai kelés volt. És így, én ezért dolgoztam, megmondom őszintén, álmodtam arról, hogy egyszer Bajnokok Ligájában, vagy akkor még ugye UEFA Kupa, Európa Liga, most már válogatottba szerettem volna játszani, és, és ezért is tettem meg ezt, amit ugye, amit bevállaltam, hogy Gödöllőn tényleg akkor 5 és 11 között folyamatosan a kutatás, és hát az alvás része az ugye kevés volt, de megérte, azt mondom. Szolnokon születtél, mikor jött az életedbe a labdarúgás? 5 éves koromban euh, volt az első, amikor, amikor édesapám úgy úgymond elkezdett jobban foglalkozni velem, mint ez még hát otthoni, otthoni időtöltés volt, hogy, hogy rúgdostuk a labdát, akkor, akkor tényleg dobálta nekem külön, tényleg volt, hogy órákat eljátszottunk, és hát volt, hogy lerúgtam a cserepet, természetesen virággal egy gyerekkor. klasszikus, igen, a, a, szekrény tetejéről, de hát szóltam anyunak egyből, hogy hozzá porszívót szeretném, akkor főporszívózni, de hát folytattam utána, tény, másnap már egy cserép se volt a, a, a szobában. akkor a dolgokat. Igen, igen, és elővigyázatosak lettek, és, és, hat éves koromban volt az, amikor, mond, nem mondtam, hogy csapat szinten, de csoportos szinten elkezdett apu foglalkozni kisrácokkal, és ugye köztük velem is. Illetve amikor, amikor Szolnokon az első elkezdtem járni, ott volt ilyen hát sportosztály, és ott felkértek kaput, hogy foglalkozom ugye a gyerekekkel, mivel előtte látták azt, hogy a gyerekek nagyon szeretnek, többségük kell, egy osztályban is jártam utána az általános iskolában, és, és így apu maradt, úgymond az az edző bá. Édesapád volt egyébként akkor az első edzőt lényegében? Igen, igen. Tehát édesapámnak köszönhetem a legtöbbet az alapoktól, ő tanított meg úgymond az alapokra, mindenre, a mentalitást, az, ami mostanáig és még a karrierembe fog, azt, azt tőle tanultam, tőle vettem át az ő habitusát, az ő mentalitását, hogy hogyan, hogyan hogy álljak hozzá bizonyos szituációkhoz, hogy, hogy, hogy menjek el edzésre, hogy kelljek. Tényleg ez, 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 ezt a filozófiát ő adta át nekem, és utána, mikor elköltöztünk szolnokról, akkor onnan át, költöztetek Gödöllőre. Gödöllőre, igen, születem. akkor az egy nehéz időszak volt nekem, mert nagyon szerettem ott lenni a, a foci miatt is, illetve maga, maga ugye, hogy ott születtem, ott nőttem föl, és a második osztályt nagyon nehéz volt elkezdenem, hogy emlékszem is rá, amikor bementem az iskolába, egy hétig csak zokogtam, nem akartam ott lenni. Mert, mert hiányoztak a, a, a barátaim, hiányzott nekem a szolnok, hiányzott minden, és, és, és nem akartam ment lenni, tehát nagyon nehéz volt átszokni. Viszont utána a szünetekben, hogy hogy láttam azt, hogy ott is a foci úgymond a központi téma, úgy kezdtem oldódni, és ö, utána jött az, hogy hogy ott is felkérték kaput, mivel látták azt, hogy jól ment már abban az időben, és a gyerekek, mikor hazamentek, mondták anyunak, apunak, hogy a Gergő, a Gergő milyen ügyes, és hogy, hogy hol, kérdezzétek már meg apukát, hogy hol focizott, mint szeretnének ők is focizni. Hát apu mondta, hát én voltam az első edzője. És akkor, hát, Laci hát nem, nem gondolja, hogy, el kéne, hogy csoport, hát az én fiam is szeretne, az enyém is, enyém is, enyém is. És akkor így végül elkezdett kialakulni az akkori Gödöllői Góliát Diáksport Egyesület. Apu két másik úriembere megalakította és akkor lett velünk az első úgymond korosztály, után lettek idősebbek is végül, és akkor így szépen föl lett a korosztályokra építve, és így ez végigvitt az egész általános iskolában, gondolom. De akkor a családod, édesapád mindig támogatott a sportban, és ezt kérdezem úgy egyébként, hogy ugye a testvéred, Lovrencsics Balázs is profi labdarúgó, ő ugye soroksáron játszik éppen ebben a pillanatban, de volt, két idény, ha jól emlékszem, amikor a Fradiban is együtt Igen. Sportcsalád? Igen. Igen, furcsa amúgy, hiszen ez egy kulisszatitok, hogy apu kosárlabdázott, MB2 szinten. Tehát ő akkor profi? Hát volt. akkor még nem volt az, hogy a másodosztály profi Aha. szintű volt, de, de ő kosárlabdázott. Anyu kézilabdázott, de nem magas szinten. Viszont utána abba hagyta, mert az iskolai időkben anyu, a, 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 akkor üzte a kézilabdát, viszont utána ő ezt abbahagyta. E, ugyanúgy sportolt, de akkor már csak hobbi szerintem. Apunak viszont közben egy olyan törés, hogy e, érte egy baleset a kisúját levágta teljesen. És úgy, úgy lett visszarakva, hogy egy drót az a mai napig így van neki a, a jobb oldalán, a dobó kezén a kisúja, hogy nem vetette ki tény, még mindig mondja nekem, hogy ez egy stabilitást ad, amikor a labdát fogja, és tényleg 10-ből 9 büntetőt akármikor melós felszerelésbe bedob. Tehát, hogyha nem látom, akkor mondanám, hogy apa már megkoptál egy kicsit, de hogy gyere fiam, akkor játsszuk le, és hát mindig én húzom a rövidebbet igazából, de ez úgymond, hát véget vetett az ő kosárlabda karrierjének, és elkezdett szinten még szólnokon kispályás focizni öt plusz egy, salak, Régi tornacipő. És euh, én akkor, még ugye két, három, négy évesen euh, tapasztaltam meg, akkor láttam, ugye édesapámat, hogy mondja, a gólok a csatárszinten, már akkor is egy jó erős, nagy darab férfi volt. És volt akkor egyébként? Igen, igen, mert láttam, hogy mennyi gólt rúg, hogy hogy megy bele, hogy soha nem adja föl, és tényleg minden egyes szituációban, és nekem akkor ő volt a, 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 az idól. Tehát őrrel néztem föl, hogy én olyan szeretnék lenni, mint apu. Holott profi szinten soha nem focizott. Szeretett, nagyon jó kis társaságok volt. Én oda jártam ki meccsekre, ahogy nőttem utána is, és mikor Gödölőre költöztünk, akkor is visszajárt focizni ehhez a csapathoz, és akkor is mondtam, hogy apa, megyek, hogyha van, én megyek, természetesen, hát szeretnék, nagyon szeretem, tornákat nyertek, gókirály címet szerzett, legjobb játékos címet, minden, és nekem tényleg így, hát én úgy szeretném csinálni, a apu. És így ezáltal ugye több száról is ő volt az, aki elindította az egész karrieremet, a mentális részéről is, illetve hát fizikális részén gyerekként még annyira nem tud mondani, de ugye évekig ő volt, tehát utána már a fizikális részén is. Tehát tőle tanultam meg az alapokat minden Budafok, Pécs és Lombard pápa. Milyen volt az első mérkőzésed az első osztályban? Az első osztályban ugye pápán játszottam. Tény, hogy ugye a pécsiekkel feljutottunk, viszont akkor már volt egy előszerződésem pápára, és mindenképp, mindenképp nb 1 szerettem volna játszani, a pécs pedig közel voltunk, hogy feljutunk, de nem tudtuk, hogy mi lesz tény, a pápa is közel volt, hogy kiesik, tehát így járatom volna úgy, hogy Pécs feljut, de pápa kiesik, és maradok nb 2 be Úgyhogy ez egy kicsit, hogy mondjam, viccelődtek is a srácok, hogy na, hát mi feljutottunk, és akkor te meg visszamézem B2-be, tehát nem volt jó érzés, tehát utána nagyon szurkoltam a pápának, hogy maradjon benn, de nagyon izgultam. Tehát nagyon izgultam, nem is emlékszem, hogy, hogy pontosan melyik meccs volt az első NB1-es mérkőzésem a pápai színeiben, de azt tudom, hogy nagyon izgultam. Nagyon Egy izgultam. jutottak ugyancsak azok az évek, amikről az elején beszéltünk, amikor Jártál Gödölőről, Budafokra, korán keltél, későn értél haza, hogy akkor már azért kezdted érezni, hogy elérted azt, amiért küzdöttél évekig? Többet szerettem volna már akkor, de azért örültem, hogy tényleg eljött az az idő, hogy az 1 be tudok játszani. Ahhoz, hogy ugye akkor mind a 30 mérkőzésen játszottam, és, és ahhoz, hogy ugye folyamatosan tudjak játszani az ember egybe, ahhoz jó teljesítmény kellett. Most Pápán sikerült ezt a jó teljesítményt elérni, ha jól emlékszem, 7 gólt rúgtam, és, és 5 gól adtam. köztük, hát azóta is hallgatom a fradistáktól, hogy pont ellenünk kellett kettőt rúgnod az ülői uton. tehát azt, azt, nem felejtették el, hogy, hogy eljöttünk, és még a régi stadionban az én két gólommal nyertünk, és utána a Kecskemét elleni következő hazai mérkőzésen az én nyertünk, és ezért tudtunk bemaradni már két fordulóval a vége előtt. És utána jött ugye a következő lépés, ami szintén úgymond egy álom volt, hogy ugye külföld? Pont ezt em... akartam mondani, hogy 2012, ugye a légiós évek Igen. kezdete. Igen, nagyon érdekelt mindig ez a légióskodás, abból a szempontból, hogy te ugye, pápám focisztál, hogy működik ez az egész? Tehát itt most ilyen teljes mértékben a kulissza titkok érdekelnek. Ugye minden játékosnak van menedzsere, megkeresi a, a, a lengyel Lech -Poznán a, a, menedzseredet, hogy hú, mi kinéztük azt a pápán fociszó srácot, nagyon jó, őt szeretnénk? Vagy, tehát hogy működik ez a gyakorlatban, kérlek, avas be minket. Működhet így is, vagy működött így is. Az én sztorim az egy, az egy kicsit más, mert nekem akkor nem volt menedzserem. Tehát volt menedzserem, de nem ő volt az, aki kivitt, hanem egy teljesen más menedzser, egy úriember, aki jelen pillanatban is a menedzserem. Én mindig úgy mondom, hogy ő nekem egy, tehát, mint hogyha, tehát én úgy tekintek rá itt az együtt dolgozott idő után, mint hogyha a második apukám lenne. Tehát, több mint menedzser az Több, alfett. több mint menedzser, barátom. És, és, nekem ez volt a legfontosabb, hogy egy ilyen személy vette a, 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 karjai alá, és ő volt az, emlékszem rá ott pápám fönt a, hát nem nevezném VIP helységnek, de, de a fönti rész, a, 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 ahol, ahol lettünk utána az egész csapat, és ott állt a folyosón, várt, áldogált, áldogált, és hogy elsétáltam, és akkor ja, jó napot kívánok, vagy Szia Gergő, Nagy Mihály vagyok, én, vagyok a, én egy menedzser vagyok, nagyon tetszik a játékot, mindent, ez. és hogy mondtam, jó, jó, hát jó, de hát van menedzserem. Jó oké, kövizé, nagyon tetszik, jó, majd, majd, majd még találkozunk itt, majd még találkozunk itt. Jó, bementem, ettem, hazamentem, nem is foglalkoztam vele. És ez volt az ötödik-hatodik mérkőzés után, hogy elkezdődött a szezon. Majd a szezon vége előtt egy, nem is tudom, 7-8 mérkőzéssel megint megjelent, úgymond ott volt folyamatosan, de én ugye már nem láttam, meg nem foglalkoztam úgy vele, és akkor akkor ejtett szót, hogy van egy lehetőség, és hát akkor én meg kíváncsi voltam, hogy mi az. Lengyelország, jól, oké, de még mindig szűkebb. Nevet szeretnék. És akkor hát legpozna, legpozna, legpozna. Hm. Ami ah, jó, hát nézzünk utána. És uh, utána, hát, most mondom, ó, most ez komoly, mennyire komoly. És akkor elkezdtem bezsongani uh -huh. igazából. És így elkezdtem hergelni magam, hogy hú, hu, még van 7-8 mérkőzés, jó, hát akkor, akkor gyerünk. És utána volt ugye ez az ominózus Ferencváros mérkőzés, kecskemét mérkőzés, majd a videótonnal játszottunk idegenben. És a videóton akkor hát elég magas erőt képviselt, és ugye meg is nyerték még Nikolicsal a bajnokságot, Nikol volt a angol király, mert emlékszem, hogy a csatárként a félpályán nem mentem át. Tehát az ellenfél térfére nem léptem át. Nagyon rossz mérkőzésem volt. Védekeztünk folyamatosan, kb. 85. percig tudtuk húzni, de mondom, nem léptem át a félpályát támadásba. És tudtam azt, hogy az akkori sportigazgató, illetve az aktuális vezetőedző ott ül fönt próbáltam, csúsztam, másztam, próbáltam verekedni minden egyes labdáért, de hát nem jött össze, és ö, utána úgy volt megbeszélve, hogy fönt akkor beszélgetünk, pohatolózás, tényleg ismerkedés. És fölmentem, és a vezetőedző nem azzal kezdett, jó estét kívánok, én vagyok Márius Rumak, a legpoza vezetőedzője, nem. Ha nem lett volna ilyen jó sörötök, akkor én már rég hazamentem volna 20. percbe. <laughs> <laughs> Olyan most meccs a... volt. És Érdekes akkor én is <laughs> először ezt meghallottam, és így leültem így a fotába, hogy jó, hát Ez jó lesz. ide nem fogok menni, úgy néz ki, és tényleg. Akkor nagyon megijedtem. Akkor nagyon megijedtem, de aztán persze poénosan vette a figurát, és mondtam, hogy csak viccet, de hát mondom, jó, én nem úgy vettem, és akkor után elmondták, hogy hogy, Nézik ők a játékosok, miket vesznek alapul. Fél évek, vagy akár egy évig is figyelnek egy játékost, egy kiszemeltet, megnézik azt, hogy hogyan viselkedik a pályán bizonyos szituációkban, mennyire tudja kizárni a közönséget. Ha tényleg durván felrúgják, hogy reagálja azt le? Tényleg, teljes mértékben analizálják ezek a mérték. játékos megfigyelők, vagy vezetőedzők a játékosokat teljes és mindenre. Uh -huh. És ezt úgy kell elképzelni, akkor most nem azt mondom, hogy egy van, de lényegében egy van? Nem. Tehát pont ez a lényeg, hogy ezért néznek fél évig, egy évig. De nem úgy értem, csak hogy mondjuk azt a hosszú távú teljesítményt, tehát hogyha az például egy rosszabb időszak a karrierednek, most egy, egy focista karrierjében beszélhetünk azért évtizedről is, és mondjuk pont abban a szakaszban nem annyira sikeres, ez el is döntheti a futását. Az el. Tehát az éppenséggel, éppenséggel öö, olyan formába kell lenned, hogy a csapat, aki ugye téged szeretne, az tényleg azt mondja, hogy igen, tényleg kell. Tehát, mert ugye most videót találni mindenkiről. Videók alapján megnézik azt, hogy, hogy, éppen egy aktuális meccseken visszanézik, minden összevágják, általában miket vágnak össze, a legjobb jeleneteket hát természetesen. Na de ugye ezt már tudja mindenki, hogy a legjobbakat. Jó, de hát biztos van rosszabb jelenete is. Ezért meg kell nézni élőbe. Nem elküldenek egy scoutot a meccsre elküldenek utána meg egy másik meccsre. Nem biztos, hogy egymás után folyamatosan minden egyes mérkőzésre, de Ez egy ugye. hónapban egyszer biztos. És ezáltal kapnak egy képet, mert ugye ott van élőben az a scout, és látja test közelből, mert a scoutoknak tehát nem fönt van a, a tetőtérbe a, a az helyés, hanem hanem ugye olyan látó szögből veszik, vagy tudják nézni ugye a játékosokat, hogy egy az, hogy közel is van, kettő, ugye belátja az egész pályát is, és tudja az, hogy taktikailag is, hogy hogy megy a, a, kiszemelt játékos, illetve ugye olyan közel is van, hogy látja a reakcióit bizonyos szituációkra a mérkőzésen. És ugye ez így, ahogy megy, megy, ő adja a riportot, ott szépen le, megírja, vagy bemutatja a videó, teljesen mindegy, ő elmondja az ő véleményét, utána kiküldenek másikat, vagy már kettőt küldenek ki, és utána így szépen a lépcsőn jönnek a úgymond magasabb szinten, ugye másodedző, vagy harmadedző éppen, ha akkor klubról van szó, vezetőedző is, ha olyan elmegy, sportigazgató, és akkor utána van az, hogy ha már itt van, és ők azt mondják, hogy nem, akkor, akkor, nem. De amikor már eljutsz odáig, hogy ők jönnek el megnézni, akkor az már azért az már egy jó jel. jót jelent. Az már egy jó jel. A Légiós évek azért alapvetően elég jól sikerültek neked. Lengyel bajnok lettél, szuperkupa győztes, egy sikeres időszaka volt az életednek. Engem azonban most nem ez érdekelne arra úgy, hanem ugye 2015-ben megsérültél. És a sérülés, mint jelenség, egy labdarúgónál. Ugye láthatjuk, hogy azért vannak olyan játékosok, akik iszonyatosan tehetségesek, de ahogy szerintem mondják, sérülékenyek. Igen. Soha nem fognak eljutni egy bizonyos szintre pont emiatt. Te a sérüléseidet hogy hevered ki, te mennyire vagy sérülékeny játékos? Legalábbom, Hál' Istennek, ami műtétig vezetett, az ez, ez az egy volt. Ez a 2015-ös? Ez a 2015-ös, igen. Ez is azért, amúgy, mert uh, olyan terhelést kaptam az évek alatt, főleg az, hogy egy mb 1 es kieső csapattól egy lengyel bajnok inspiráns csapathoz elmenni, az egy nagy ugrás volt. És egy olyan fizikális, tehát a lengyel bajnokság egy nagyon fizikálisan nagyon rendbe kell lenni az, hogy bírja volt, vagy ma? Fizika, fizikálisan, igen. Tehát ilyen haj, Sokkal, hajtósabb. sokkal, sokkal. Tehát ott nincs az, hogy be bédekezni egy csapat, és akkor te ott támad, támadsz, meg 70%-ban áll, ott nem, ott föl le. Ott mm -hmm. 90 akárány percig tartom a mérkőzés. Ott, ott, kell, kell az erőlét. Minden egyes meccsen. Tehát ott a, azok a felkészülések, amit csináltunk, örülök, hogy túl vagyok rajta, örülök, hogy túl vagyok rajta, de azok nagyon meg is erősítettek. Tehát tényleg örülök minden térén, hogy, hogy, ezek, ezeket megtapasztalhattam. És pont ez miatt az én sérülésem ugye volt egy, egy porc tisztítás. Tehát ez a legkisebb olyan műtét, amit, amit ugye atroszkópa, de műteni kell. Tehát ezt, ezt, ezt nem lehet csak hogy kipjerni, és akkor szedi a gyógyszert, és akkor készen van. Ezt nekem már megelőzte egy fél év, fél éves fáj, ha bemelegszik, elmúlik, uh -huh. de fáj utána megint. És pont pecázni voltam, megugoltam a halhoz, hogy meg tudjam tartani a fotóhoz, és már nem tudtam utána felkelni. Várjál akkor, tehát egy professzionális labdarúgó Lengyelországban pecázás közben sérül le? Nem. Ez mondom, ez fél év volt. De jó, csak hogy maga az a pillanat. Az... Van az a pillanat, amikor, tudod. igen, ez pont a horgászatnak ez jó sztori, tudod, tehát nem lerúgtak, vagy nem, nem ez, tudom, ez, mi történt, ez így hanem... van, ez így van. De mond... a hal az nagy volt? Igen, egy 13 kilós <laughs> tükörpony, de úgymond elhasználódott a port, és miután elmentem az MRI vizsgálatra, mondták, hogy ilyen, ilyen rojtos, ilyen hullámos volt, és ennek az, ez volt a menete, hogy megcsinálják, letisztítsák. Lehetett volna, hogy játszok így, azokkal a fájdalok, amiben nem melegszik, hát addig az elég komoly volt, és egyre erősebb. Én már azt nem akartam. Mondtam, jó, szezon vége, fele vagyunk, oké, okay, bajnoki címre megyünk, rájátszás jön, kéne játszani, de nem biztos, hogy bírom, tehát nem, nem, nem biztos, hogy végig tudom úgy vinni, hogy ne történjen nagyon probléma. És azt mondom, jó, oké, megbeszéltem a vezetőedzővel, a, a klubbal, minden, és mondták, hogy ha most, amúgy, ha most megvan, akkor a következő szezon kezdetre jó vagyok. És ez így is volt, hogy a következő szezonban, amikor elkezdtük bajnokként, illetve elkezdtük az Európa Ligába, vagy a Bajnokok Ligába, bocsánat, a selejtezőket, akkor a második körbe már ott tudtam lenni a padon. Tehát itt az időzítés is ugye nagyon fontos volt, mert hogyha húztam volna, akkor, akkor a következő évben nyúltam volna bele. És uh, utána nem, tehát nem, nem volt semmi probléma. Az, hogy kisebb izomsérülés, ez akármikor mindenkinek. Tehát ez mindenkinek van. A mai tudománnyal és illetve a mai szaktudással nálunk is most, ami, ami, ami van, ki lehet nagyon könnyen ö, jönni ö, a kisebb sérülésekből egy-két nap alatt. Vannak olyanok, amihez tényleg olyan szaktudás kell, hogy le lehessen rövidíteni azt az időt, de ehhez kell a genetikai adottsága az adott sportolónak. És itt ugye visszakanyarodva a gondolatra, hogy vannak olyan játékosok, akik tényleg genetikailag akarható egyszerűen, akarható. egyszerűen nem tudják csinálni, hiába akarják, hiába szeretnék, nekem is van nagyon sok ö, olyan, volt játékos társam, aki milliószor sérült meg, most is tudnék mondani öcsémre visszatérve a sorok sárba, a Gyömbér Gabi, akinek már hat vagy hét térműtétje volt, de még mindig viszi a szíve előre, és még mindig megy, és másodosztályban még mindig egy, egy nagyon jó labdarúgó, de neki is lehetett volna vége már a karrierje rég. Ne úgy, hogy megzavarlak. Elmegyünk egy gyors szünetre, egy gyors reklám, és Lovrencsics Gergő Ferencvárosba történő hazatérésével folytatjuk. És ahogy ígértem, itt vagyunk, Loráncs is Gergővel beszélgetek ma este, és a lengyel légióskodásnál fejeztük be. 2016-ban azonban hazatértél a Ferencvárosba. Miért pont a Fradiba? Um, ugye a sérülés miatt jött egy forma hanyatlás is. Nem tudtam, nem tudtam ugyanarra a szintre uh, visszatérni, mint ahol hát ugye befejeztem a sérülés előtt, és a műtét előtt, és ezáltal a hullámzó volt a teljesítményem is, és nem tudtuk, hogy, hogy mi lesz. Ugye szerződés vége előtt a klub, klubbal hát beszéltünk, inkább beszélgetésnek mondanám, mint tárgyalásnak, de beszéltünk, és hogy a közös jövőt nézve, van-e esély, nincs rá esély, hogy meg mint. Ők szeret, tehát szerettem volna ott maradni, mert tényleg nagyon szerettem lengyel magyar két jó barát, ezt tényleg még a sarki közérben is éreztem, magyarul-lengyelül. Tehát tényleg nagyon durva, én nem hittem el, de ott tapasztaltam. És amikor beszélgetés végefele tartottunk, éreztem azt, hogy ők annyira nem, ez pont ezzel a forma ezzel ez a hullámzó teljesítménnyel, indokolták. Tehát magyarul elfelejtették azt, hogy előtte... Pont ezt akartam értem mondani, hogy, hogy ez a futballvilág, akkor így kívülállóként gondoljuk, hogy ilyen kegyetlen, de akkor ez tényleg ennyire kegyetlen? Nem minden esetben. Itt ez velem itt kegyetlen volt érzelmileg, mert tényleg nagyon megszerettem a klubot, a szurkolókat is, és, és tényleg ők is engem, viszont hát erre hivatkozva olyan szerződés ajánlatot tettek, amit hát azt mutatta, hogy inkább ne írd alá. inkább igen, ne érd alá. Tehát inkább ne érd alá. Hát nekünk meg ez leesett, és ugye az Európa bajnokság előtt voltam. És a Fradi már régebben, tehát egy, egy fél évvel, évvel azelőtt, hogy lejárt volna a szerződésem, már puhatolózott, amiről én csak fél évvel a szerződés lejárta előtt tudtam meg. Mert én oda szerettem volna koncentrálni arra az utolsó évre, minél jobban visszajönni a sérülésből, és mondtam is a menedzseremnek, hogy csak akkor szóljon, ha valami konkrét van. Na, és fél évvel előtte el lett az, hogy konkrét lett a dolog. Az akkori vezetőedzővel Thomas Dollal még itt Budapesten találkoztam. Ő elmondta, felépítette, hogy, 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 mi várna itt rám, miért lenne rám szükség, mik a célok, minden, és mondta, hogy gondoljam át, menjek vissza, gondoljam át, hogy szeretettel várna. Tehát, hogy szeretném, hogyha ide jöjjek. Jó, elmentem vissza, nem is volt túl sok, nem, mondom, hogy nem volt gondolkodás időm, nem, nem, akartam túl sokat gondolkodni, hiszen belemenni úgy egy Európa bajnokságba, hogy nincs csapatod, Igen. és tudva azt, mert én tudtam azt akkor, hogy nem voltam alapember a válogatottba, magyarul nem tudod, hogy mennyit fogsz játszani, mert hogy nulla percet, lehet, hogy minden meccsen fél órát, vagy két meccset végigjátszom, vagy egyet, vagy teljesen mindegy. Én ugye két meccset végigjátszottam, de ezt ugye nem tudhattam, mert akkor nem voltam alapember. És úgy belemenni egy Európa bajnokságba, hogy ott kéne eladnom magam, nem akartam. És ezért döntöttél akkor a Fradi mellett. Még nem hát jó, ezért. volt jó, jól esett a Gondoskodás akkor? Vagy hogy valaki az egyik oldalon, ugye hallottuk, hogy a lengyel fél már inkább vált volna meg tőled, Magyarországon pedig szeretettel fogadtak? Így is van, és pont ez volt a legfontosabb, hogy szeretettel fogadtak, tehát hogy akartak, tehát hogy azt mondták, hogy ide nekünk te kell lesz. És ez volt az, ami után végül eldöntöttem, hogy igen, hát Magyarország legnagyobb csapatához jövök haza, hogyha haza jövök, hogyha elfogadom ezt az ajánlatot. Ott egy kis honvágyam is, ez is még közre játszott, ez is segített. Ugye az Európa bajnokságos történet szintén segített, és azt mondtam, hogy igen, nekem, nekem ezt kell tennem. És négy év alatt eljutottatok odáig, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörében játszottatok. Nyilvánvalóan mindenkit ez érdekel. Ki volt a nehezebb fél? Messi vagy Cristiano Ronaldo? Vagy Juventus vagy Barcelona. Igen. <laughs> vagy Juventus vagy Barcelona. <laughs> nehezebb ellenfél, mind a ketten, tehát óriási zsenik az én szemembe. Mégis tudok egy kicsi különbséget tenni köztük, illetve én meg tudom azt mondani, hogy nekem például miért a Cristiano Ronaldo a, a, a kedvenc játékosom. Most az ország felét elvesztette, de, de tudom, nem, igen, igen. De a másik viszont még jobban szeret. Igen. <laughs> viszont mind a kettőt, tehát tényleg a jelenkori labdarúgás két legnagyobb zsenie. Milyen volt meghallani a bajnokok ligája himnuszát. És tudom, hogy ez egy nagyon fura év volt ugye a koronavírus járvány miatt, mert azért ezeket a mérkőzéseket, ugye még az elején volt, amikor ilyen harmad házon működött a, a, a néző közönség előtt a játék, de aztán ő üres stadion előtt, de hát azért mégis az ember azt felfogta még nézők nélkül is, hogy azért hol is van, és mit is él át éppen. Felfogtad és átérezted, hogy mit is élsz át? amikor először meghallottam a bajnokok ligája himnuszát, igen, felfogtam. Addig nem. Tehát hiába volt az, hogy igen, a Ferencváros a bajnokok ligája főtábláján fog szerepelni, még mindig azt mondom, na hát ez hihetetlen, tehát ez, ezt nem, ez nem hiszem el. Tehát ilyen nincs, tehát ezt, ez, ez, nem tudom. Ott voltam, átéltem, tényleg az utolsó hármas hipszó után tényleg bejutottunk, ott ünnepeltünk itt a szurkókat, de mi nem jutottam az agyamig, hogy tényleg ott vagyunk. És utána emlékszem is rá, úgy néztem a sorsolást, mint egy kisgyerek a, legkedvesebb meséjét. gondoltam, <laughs> na igen, most akkor ebben a csoportban, de most akkor ne, ne, ne ide, ne léci, húd a c cé a cét a c cé a a C-be És tényleg úgy voltam, amikor mi kalapunkat, a negyedik kalapot húzták, hogy, hogy én nekem a gyerekkori eh, kedvenc a Real Madrid, és oda szerettem volna kerülni. Zidán volt a példaképem, akire felnéztem, hát most ez pont a kettő együtt mondom fú, mekkora jó lenne, de hát nem. És de így sem volt tán... annyira rossz az hát nyugtass meg. Azért. Utána, de úgy voltunk vele amúgy a csapattársakkal, azt beszéltük, hogy a lehető legerősebb csoport. Hát nem Milyen, lenne való, jobb egy olyan, abból, ahol lehet egy pár pontot szerezni? No, ha itt vagyunk, nem, nem. nem El Elsőre nem. jó. Nem, nem, nem. Minél erősebb legyen, ott tudjuk lemérni, hogy hol is tartunk igazából, hol is tartunk. És tényleg... Uh még most is kiráz a hideg, hogyha arról beszélek, hogy a bajnokok még szerepeltünk. És elér, játszottunk 11 arra, tehát összesen 11 arra nyert a Ronaldo és a Messi együtt, az ő vezette csapatok ellen, a Juventus Barcelona, aki hát Európában a top csapatok közé tartoznak, és a Ferencváros ott volt, és ott tudtam kivezetni a csapatot, ugye akár, akár a, a, Juventus arénában, tehát tényleg még mindig felfoghatatlan, és ezt átgondolni, ez, ez kell egy pár év, hogy úgy letisztuljon az egész, ezek az élmények úgy, úgy teljesen átjöjjenek, hiszen, hiszen azt ne feledjük el, hogy most minden héten volt bajnokok ligája 3 három-három hetes blokkban, illetve ott közte voltak a bajnokok, tehát az, hogy bajnokok ligá, fú, itt játszottunk, de jó volt, ja, de amúgy megyünk az a Tehát oda kéne figyelni, mert ahhoz, hogy jövőre is Persze, ilyen Persze, ahhoz a bajnokságban ajánlni, is helyt kell állni. Így van, ahhoz, hogy ott tudjunk játszani, ahhoz, ugye meg kell a bajnokságot, más út nincs. És nem lehetett azt csinálni, hogy koncentráltok csak a bajnokok ligájára a bajnokságot, meg elfelejtitek, mert akkor elestek egyet. Így esető. van, tehát nem lehetett az, hogy, hogy, tényleg úgy átérezzük, hogy milyen volt a Nókámba játszani, milyen volt Kintori Torinóba játszani, nem, volt. A nem a idő megemészteni még. Á, nem, 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 egyáltalán. És ez, ez miatt kell egy pár év, hogy ez leülepedjen, és úgy tisztálású az egész. Ha már itt tartunk, hogy pár év kell egy ilyen hatalmas élmény átéléséhez, hogyha a 2016-os eb és arra, Hát én a mai napig Életem egyik kedvenc időszaka volt, kom konkrétan az az időszak, amikor a magyar válogatott Franciaországban játszott, és ami itthon Magyarországon volt, hát azt szerintem a rendszerváltás utáni Magyarország egyik egyik fénypontja volt, amit átélt az ország. Eltelt négy év. Azt az élményt sikerült már megemészteni? Ó, igen. Hát az azt, azt már igen. Tehát az, az szintén egy olyan, olyan, olyan élmény volt, ami. ami... Tehát már maga előtte a play-off a norvégok ellen. Az, hogy nyertünk Norvégiába egy nóra, az igen, az nekünk egy, egy, tényleg egy óriási öröm volt, viszont ezáltal lett egy óriási, nyomás. teher is, nyomás, igen, hogy most a hazai játszunk. és hogy itt bukunk, egy-nulla győzelem után, na ez ne történjen meg. És tényleg ezáltal lett egy olyan druk, stressz, a rutinosabb játékosokban inkább egy druk, bennünk inkább egy kicsit stresszesebb, amit, amit fel kellett, amit a jóra kellett. De amikor Priskin azt a, mi csak Priskin banánnak hívjuk, azt oda betekerte a bal fősőbe, na akkor az, hogy hú, akkor megyünk és ott nem kezdve, tudtuk azt, hogy itt, azon az estén nem lehet probléma. És ez a lendület, amit már ott megszereztünk, az kitartott az egész Európa-bajnokságon, de ahhoz az kellett, amit, az akkori szövetség kapitány Ben Stork jól tudott, és ez is kulisszatítók. Ő azt mondta, ha az osztrákokat megverjük, akkor tovább jutunk a csoportból. Hm. És tudta, és látta. Mert azt mondta, hogy az egy olyan löketet fogadni, hogy azzal ez a csapat ez, ez, ki fog, ez tovább fog jutni ebből a csoportból. Az, hogy csoport elsőként azt, te, az, az, azt nem mondta, de hogy tovább fogunk jutni. Milyen érzés volt azt, érezni, látni, hogy az egész ország mögöttetek van. Jó lett volna egy ilyen, nem is tudom, teleport, hogy ott a Mi minden, és akkor hopp, a így, <laughs> Ó, igen, ez az, ez az, és akkor vissza gyorsan. Uh, videókon uh, jutott az interneten keresztül, barátokon keresztül jutott el hozzánk, tehát a felvételek, hogy tényleg hát a villamos tetején állva mindenhol, autókat az autópályán, tehát a hidakon, tehát, tehát láttuk, hogy most ez komoly, tehát azért, mert mi döntetlen játszottunk Gízland ellen. Leállt a város. Tehát lehet egész Budapest is így, az igen. Nézd, 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 néz, ezt nézd, ezt nézd! Ott ugrál a villamos tetején, és nem tényleg, de csak döntetlen játszottunk Gízland ellen. Jó, utána az volt persze, hogy azzal ugye már tovább jutottál, akár legjobb csoport harmadikén is, de akkor tényleg nem hittük el, hogy ekkora örömet tudsz, tudunk szerezni, egész Magyarországnak. Megéreztétek a labdarúgás erejét? Meg. Hát ott, ott, meg. Ezek a felvételek is kellett hoz, kellettek hozzá, illetve amikor hazajöttünk, meg hát ugye a kinti szurkolás, tehát tényleg ami, ami, ami volt az, hogy 20 ezer magyar minden egyes mérkőzésen, tehát most is liba bőrös vagyok tőle, mert, már az a hangulat, hogy mintha itthon játszottunk volna. Tehát mintha itthon játszottunk volna, a hazai stadionba futottunk volna ki, csak őket lehetett hallani, és ez is egy plusz olyan erőt adott nekünk, hogy ott, ott, ott nem lehetett. igazán igen, és ott tényleg meg tudtuk mondani, hogy mi vagyunk a magyarok, mi vagyunk Magyarország, itt a falon is átmegyünk. És itt is köszönöm nekik, mert tényleg, mondom, nélkülük nem lehetett volna, és nagyon, nagyon boldogok vagyunk, akárkit megkérdeznénk az akkori csapatból, hogy ekkora örömet tudtunk szerezni. Ez a célunk most is. Pont jó átvezetés, mert ezzel szerettem volna folytatni, hogy itt említetted, hogy már Franciaországban is olyan érzés volt, mint a hazai pályán játszottatok volna. Ha jó Isten is úgy akarja és úgy alakul, akkor ez lesz nyáron Budapesten, ugye az idei Európa bajnokságon, hogyha minden jól megy és végre megoldódik a koronavírus járványhelyzet, akkor a puskásban teltházas mérkőzések előtt újra, négy év után újra Európa bajnokságon játszik a magyar válogatott. Így is Kétszer igen. Nagyon szeretném, hogy minden rendben legyen, és tehát ház legyen. Hiszen az az érzés, az nem csak nekünk az, hogy 68 ezer ember, hanem maga a szurkolóknak is, hogy, hogy tényleg a magyar válogatott, hát há, kettő a háromból, de olyan kaliberű csapat ellen, hogy hát nem kell őket bemutatni, és az, hogy Németországban a németek ellen, az egy dolog, oda is biztos vagyok benne, hogy nagyon sok magyar már vagy megvan a jegye, vagy, vagy fog szerezni egyet, tehát nagyon sokan lesznek. Tényleg szeretnénk ugyanazt tény, hogy sokkal erősebb ellenfelek, mint amik voltak négy éve, viszont a hazai pálya, meg hazai a... pálya igen, az új puskás arénában, tényleg kihasználva azt, hogy, Tényleg mekkora egy gyönyörű létesítmény, és, és tényleg akkor, tényleg legyen ünnep az a két mérkőzés itt. Aztán most döntő, ugye lesz az is, ahogy, ahogy tudom, hogy a Puskás euh, legyen. Tényleg, ha már Franciaországban nem sikerült, ugye, mint mondtam, együtt, úgy teljesen csak egy, egy töredékével, egy 20 es töredékével mondjuk, nem is kis töredék, de egy 20 es töredékével a szurkolóknak, most tényleg akkor lehessen már együtt. Ez nagyon bízom benne, hogy így lesz, és hiszek benne, hogy így lesz. Milyen érzés a címeresben kifutni egyébként? Itt most beszéltünk a Puskás Arénából, sajnos ott most még sok ilyen alkalom nem volt, de akár a Grupa Máról, bármiről, bármelyik stadionban, amikor tudod, hogy most Magyarországért fogsz küzdeni. Egy óriási felelősség. Egy óriási felelősség, hiszen nem csak egy, egy, csapatot és annak a pár százezer, pár százezer szurkolótáborát, vagy, vagy nálunk a két millió szurkolótáborunkat képviseljük, hanem tényleg 10-15 millió magyarét, és nem csak Magyarországon, hanem a határon túli magyarokét is, hogy tényleg egy egész nemzetet képviselsz, és ez egy óriási felelősség, az, Magam nevében is beszél, de beszélhetnék a, a, az aktuális válogatott csapattársakról is, hogy mindenki így gondol a magyar válogatottra, és ezért mindent hajlandó megtenni, és az utóbbi időknek az eredményei ezt is bizonyítják, hogy csúszunk, mászunk egymásért. Vannak rosszabb pillanatok, de akkor is tudunk győztesen kijönni a mérkőzésből. Lásd, ugye az izland elleni ö, döntőt, amin az utolsó öt percben fordítottunk. Úgyhogy ö, ez jelenti, ez a, ez, a, ez a harc, ez a küzdés, ez a, ez a fel nem adom stílus, ami most jellemzi a válogatottat, illetve ami jellemezte előtte is. És ö, nekem, nekem, nekem ez, hogy ez a legnagyobb, az a felelősség a, a nemzeti rend. Pont ez a csupa szív érzés, amiről most beszéltél, ez a te játékodon azért elég érezhető, is. te fél munkát nem nagyon végzel a pályán. Nem, tehát uh, édesapámra visszakanyarodva, illetve a menedzseremre visszakanyarodva, ők voltak azok, akik ezt a mentalitást úgymond belém nevelték. És én ilyen, voltam világéletemben. Lehetett jobb, megverhetett egyszer, megverhetett kétszer, de úgy voltam, hát ha engem a harmadjára vagy negyedjére ne engem már nem fogsz. Tehát nem, tehát nem, nem adom föl, soha nem adom föl. Tehát uh, hát ha valaki jobb, azt elismerem. De olyan nincs, hogy nem teszek meg mindent azért, hogy megállítsam. Jelen pillanatban ugye védőként, de amikor csatár voltam, akkor meg nincs olyan, hogy nem teszek meg mindent azért, hogy őt most megverem és gólt rúgjak. Tehát ez, ez a fajta mentalitás, ez, 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 végig elkísért, erre végig építettem, és ennek köszönhetem a legjobban azt, amiket a karrieremben idáig eléltem. És még remélem, hogy a hátralévőben szintén tudok sikeres lenni. Lorentzis Gergely nem csak a magyar válogatott alapembere, illetve a Ferencváros kapitánya, hanem édesapa is, két fiú, gyermek édesapja, és ugye már beszéltünk a légiós időszakról, a feleséged lengyel. Hogy beszéltek egymással? Lengyelül? Igen. Akkor lengyel. jól, a lengyeled az akkor tökéletes, gondolom. Igen, igen, igen. Két év kellett hozzá, hozzáteszem, tehát nem egy egyszerű nyelv, de amikor kint voltam, a második nap már videóelemzés, akkor edzés még az előző szezonból, és vezetőedző jött, és akkor. Elkezdtem. Talán lengyelül. lengyelül, szépen. Hoppá, ez jó, hát akkor biztos majd lefordítja. Kis naív. <laughs> De nem, <laughs> nem. fordított le soha? Nem, 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 és akkor mellőlem meg itt mondták, hogy angolul hallottam a szavakat, hogy nem. hogy ja, ti fordítotok? Jó, tehát magyarul a vezetőedző nem fog semmit, csak lengyelül mondani. Ezért gondoltad, hogy inkább egy lengyel és akkor megtarulsz lengyelül. <Éh, így> <laughs> igen, jó ötlet lett volna az elején. Igen, jó ötlet lett volna. De hát ugye a feleségemmel előtte pár hónappal ismerkedtünk meg, mielőtt hazajöttem volna a Ferencvároshoz, úgyhogy hát neki sem volt egy egyszerű döntés ott, ott hagyni mindent és jönni. Üh, viszont a nyelv vet így kénytelen voltam. Tehát a lengyel csapattársaim, hiába beszéltek angolul, m -m -m, nem, te tanulj meg lengyelül, mert mi vagyunk itthon. Hm. Rá voltam kényszerítve, feladatok, minden lengyelül ment, és így kezdett számok, színek, ilyen dolgok ugye rögzülnek, jobbra, balra, előre, átra, ezek, a, ezek tényleg, hát jó, csúnya szavak igazából legelőször. Ez. Hát ez Ezt minden nyelvvel így van, igen. Igen, de így elkezdett rám ragadni. És két év kellett ahhoz, hogy először merjek lengyelül interjút adni. Addig angolul, jó, akkor is mondtam azt, hogy angolul kérdezetek, hogy biztos megértsem a kérdést, de én megpróbálok lengyelül. Uh -huh. És azt vettem észre, hogy egyből a 5-6 kamerás, plusz a 15 újságíró, az a többi játékos eljött és hozzám jött. És jól, oh -oh -oh, mondom, most ez így nem jó mert így meg bestresszelek, igen, hogy... Ez gyakorlásnak gondoltad még az elején. Igen, hogy egy az egybe egy kamerával, hogy én megpróbálom, hát ők nem úgy gondolták. <laughs> És hát stresszeltem eléggé, de utána, akkor láttam hogy mutatták, jó, de biztos mondtam valami nem jót, úgy nyelvtanilag de ezzel loptam be magam még jobban a, a, lengyel szurkolóknak is a szívébe, hiszen vicces volt, mert tényleg nyelvtanilag nem volt helyes, mint hogyha most egy, egy külföldi elkezdene magyarul ugye nyelvtanilag uh, ö, Beszélni. De, de, de ez volt az, ami miatt elfogadtak. És utána ugye, hát mentek az évek, utána egyre jobban belejöttem, a lengyelül kommunikáltam, tök jó érzés volt, jaj, de jó, tudok lengyelül minden, megismerkedtem feleségemmel, és így vittük tovább, hogy lengyelül, mivel jól kommunikál, és még mellettem én mindig tanulok, de még egyre jobban, és a gyerekeknél pont ez az, amit elkezdtünk úgymond használni, hogy én két csak nyelven, magyarul. Két nyelven beszélnek. Én csak magyarul, a feleségem csak lengyelül, és most jött el az az idő, hogy hogy a Nathan három és fél éves lesz lassan, és már így, így váltja. Tudja az, hogy nekem magyarul kell, tudja azt, hogy a kásának kell lengyelül, és nagyon könnyen tudja váltani. A timon szavak inkább azok, amiket használ, de már ő is úgy használja, hogy apa, ö, nem. Mama, nye. Hm. És már úgy átváltja egyből, hogy tudja, hogy ő neki lengyelül kell, ő neki meg, ő neki meg, magyarul. És ezt viszont, ha visszatekeretném, ez jó lenne, ha én is tudtam volna akkor, akkor könnyebb lett volna, úgymond az egész de ezt így próbáljuk náluk alkalmazni, és eddig látjuk, hogy nagyon jól működik. Nagyon kevés időnk marad, annyit engedj meg még, hogy milyen édes a Lórencsis Gergő. <hül> tudom, hogy ezt most így röviden nehéz kifejteni, de hogyha egy üzenetet kellene megfogalmazni, amit mondjuk a, a fiaid ezt nézik, tudom, tíz év múlva, akkor, akkor mit üzensz nekik? Hát, ugye nem tudok annyit az életükben benne lenni itt a, a folyamatos megydöppingben amit egy picit sajnálok is, mert lemaradok olyan dolgokról, ami jobb átélni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy minél több időt a gyerekekkel tölteni, a legnagyobb dolog és a legnagyobb ajándék, hiszen mellettünk tudunk igazi, igazi tehát emberek lenni, és tényleg velük tudunk a legjobban tanulni, viccelődni, tényleg a legboldogabbak lenni. Tehát a, a, a saját gyerekeinkkel, és, ez az, amit egy picit ugye sajnálok, hogy nem tudok annyi időt velük lenni, mint mondjuk mások, de viszont tudom azt, hogy, hogy ők ugye nézik a mérkőzéseket, és tudom azt, hogy, hogy tehát büszkévé szeretném tenni a tévé előtt ülve őket, és tényleg, hát, hogy mondjam, egy nagyon büszke apa vagyok, mert ellátva, tehát elnézve a két kisfiamat, nagyon örülök neki, hogy, 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 ez megadatott, hogy egyáltalán szerettünk volna két, két babát, és hogy ez, ez megadatott, és, és hogy két kisfiú, az már külön öröm, remélem, hogy majd azért focizni fognak, ha a feleségem majd nézni fogja, akkor majd az orromnak oppint, úgyhogy, mert ő nem szeretné annyira, hogyha, mert nagyon veszélyes sportnak tartja a focit. Ezt is megértem. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.